Szép estét kívánok, Önök a közügyet látják. Február 1-ével új ciklus kezdődött a Magyar Református Egyházban. Ez azt jelenti, hogy a tavaly évvégi tisztviselőválasztásokon megválasztott lelkész és világi vezetők újabb, 6 esztendős szolgálatot kezdtek el. A debreceni központú tiszántúli református egyházkerület élén Fekete Károly püspök úr folytatja az új ciklusban a munkát. A közgyűlés vezető tagjai között azonban új személyek kaptak bizalmat és segítik majd a szolgálatot. Az elmúlt 6 esztendő tapasztalatairól és a következő időszak terveiről kérdezem vendégemet, Fekete Károly püspök urat. Szép estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást. És engedjem, hogy először is gratuláljunk az újabb 6 esztendőhöz, ami ön előtt van és ön előtt már. De pont ennek okán kicsit lapozunk is vissza 2015. Ugye amikor a püspöki beiktatása volt, amikor az első ciklus kezdődött, akkor egy nagyon határozott és nagyon markáns programot hirdetett meg, már a székfoglaló beszédében, ha szabad ezt így nevezni, hogy székfoglaló. Amikor ugye annak az volt a legfontosabb és a hangsúlyos eleme, hogy a püspöki szolgálatot arra kívánja alapozni, ami a paritás elvét képviseli. Magyarul a világi papság elvét követve, a világiakat beemelve, megemelve, közösen egyház, a gyülekezet és egyáltalán a misszióban a közös építkezést tervezi. Úgyhogy egy picikét az elmúlt 6 esztendő értékelésével kezdenénk. Hogyan látja, hogy sikerült mindaz, amit annak idején megálmodott, tervezett megvalósítani a 6 esztendőben? Nagyon szépen köszönöm a meghívást és a gratulációt is, meg a jó kívánságot. 6 esztendővel ezelőtt egy olyan elgondolásom volt, ami régóta benne van az egyház rendjében, hiszen a presbiteri elem azok az egyháztagok, akiket a gyülekezetek megválasztanak vezetőiknek, a lelkipásztor mellé, és ezt testületi formában gyakorolják, azok nagyon fontos szerepet töltenek be a gyülekezetek életében, és az volt a cél, hogy ezt a testvéri vezetést úgy valósítsuk meg, hogy nem csak a lelkipásztorok között építem ki azt a jó viszonyt, kollegialitást, ami elvárható egy egyházi berendezkedésben, hanem azokat a presbiteri szereplőket, gondnokokat, főgondnokokat is meghallgatom és rendszeresen meghívom üléskezésekre, fontos döntésekbe, amelyikben együtt kell munkálkodnunk. Hiszen a lelkipásztorkodás, hogyha egy személyes feladattá válik, az nagyon nyomasztó tud lenni. A gyülekezet számára is nyomasztó, meg a lelkipásztornak is. Minden csinálni úgy, hogy az ember igazából teológiát tanult, és a lelki szolgálatra készült, közben nagyon sok gyakorlati feladat van a pályázatoktól kezdve a javítatásokon és az építkezések, beruházások levezényléséig. Ezekben nem feltétlenül a lelkipásztornak kell megmutatkoznia. Vannak erre olyan szakavatott, sőt, szakember, egyházhoz közeli emberek, a presbiterek között is, vagy annak a településnek a szakértői között, akiket nyugodtan be lehet vonni, és az lenne a kívánatos, hogy a lelkipásztornak megmaradjon az a lelki munka, ami miatt ott is van a pásztor szó előtte a lelki, hiszen a 21. század sem mentes azoktól a nyomásoktól, lelki alultápláltságtól, amit javítani kellene. És sokszor a lelkünk betegebb, mint a fizikai valunk, vagy ez vissza is hat. Ugye ezt az orvostudomány már régen kitalálta, hogy a fizikai szenvedés és a lelki szenvedés összetartozik, és a pszichoszomatikus betegségek azok sajnos itt vannak rajtunk. Ebben a gyógyítás, a beszélgetés, lelki gondozás, a komoly biblikus igehirdetés egy nagyon fontos cselekmény, és tulajdonképpen erre készül minden lelkipásztor. És emellett még vannak természetesen gyülekezet szervezési dolgok is. Én azt gondolom, hogy sikerült megtalálni a hangot ezekkel a testvérekkel. Azt gondolom, hogy nincs olyan mértéke ennek, hogy ne lenne tovább, sőt, van tovább. De azt merem mondani, hogy a Hirdetsz az igét programban, ahogy összeszámoltuk a munkatársaimmal, több mint 190 munkanapot voltam együtt olyan összeállításban, hogy vagy különböző generációk a gyülekezetekből, kifejezetten presbiterekkel egy jó részét ezeknek a napoknak, és olyan tematikus napok is voltak, amikor lelkipásztorokkal másfél-két napot töltöttünk együtt. Ez a
ahhoz képest, hogy most 2020-ban, márciusban mi is át kellett rendezzük a programjainkat, illetve a jubileumi esztendőben 2017-ben is a reformáció volt a téma, és nem a program ment csupán, hanem más is volt feladatként. Ezt én megelégedéssel vettem, hogy az ígéretemet teljesítettem, és egy emberközeli, megkereshető, megtalálható egyházi vezető lettem. Nagyon sok eseményen sikerült részt venni, ahol szintén olyan találkozási felület adódott, még egy-egy ünnepségen is, ahol elvegyülve a szeretett vendégségen a gyülekezet tagjai között, nagyon sok személyes tapasztalatot gyűjtöttem arról, hogy hogyan gondolkodnak a mi református testvéreink, mik azok a gondok, amelyek foglalkoztatják, és a különböző nagyságú gyülekezetekben, és a különböző nagyságú presbitériumokban, mik azok a tevékenységek, amiket ők fölvállalnak. És örömmel láttam, hogy nagyon sok helyen meg is találják a feladatot, vagy a feladatok őket, és nem húzzák ki magukat, hanem segítik az egyház munkáját. Ugye ez az egyházkerület Magyarország legnagyobb egyházkerülete, hiszen Záhonytól Szegedig, ahogy a Tisza mentén végighaladva, igen, hatalmas területet kell bejárni. És 414 ugye gyülekezet volt az előző ciklusig, és most január 1-től 416 gyülekezet van, tehát valamiféle növekedés is van. Ez reménykeltő. Bár ugye, hogyha megnézzük azt a fajta változást az országon belül, meg demográfiai adatokat, hogy mi van a kis településekkel, ami mondjuk azt mondjuk, hogy valamikor meghatározói voltak az egyházkerületnek, ha csak gondolok Szatmárra, Beregre, vagy éppen a Békés különböző területeire, ahol a kis közösségek nagyon komoly erőt képviseltek. Most meg ugye az urbanizáció, egy újabb fogalom, ami meg jellemző a mai világra, hogy azért a fiatalok nem nagyon maradnak meg. Ilyen szempontból milyen helyzetben, milyen állapotban vannak a gyülekezetek? Milyen jövőképe van mondjuk egy tiszabecsi gyülekezetnek? Nagyon izgalmas ez a kérdés, mert ha el is mennek sokan az országból, mert nem állnak meg Győrnél vagy Moson-Magyaróvárnál, azért nagyon sokan megállnak. És ahogy a Dunántúli Dunamelléki Egyházkerület vezetői mondják, ez az ő kifejezésük, hogy a Magyarországi Református Egyháznak a génbankja Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, ott nekünk 3 egyházmegyénk van. Ez a génbank, ez működik, mert akik innen a gyerekkorukban, 20 éves korukban megszokták az egyházias gondolkodást, és igényük az, hogy templomot keressenek vasárnaponként. Ő miattuk már templomokat kellett építeni Dunántúlon a református egyházkerületben, amelyik köztudottan inkább katolikus vidék. De ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy ez a vándorlás, ez a társadalmi mobilitás, ez az egyházon belül is újabb gyülekezeteket szül, csak nem a régi, ősi, tőzsgyökeres helyeken, hanem egy kicsit odébb. Viszont az első állomások azért nem vezetnek ilyen messzire, hanem megvannak azok a kistérségi központok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, itt Hajdú-Bihar megyében is, amelyekben a városi beköltözések miatt szaporodnak a gyülekezetek tagjai, miközben tényleg ott helyben fogyatkozó a gyülekezet. Én azt gondolom, hogy ez a vándorlás, ez máskor is megvolt, csak talán nem ilyen gyors időben történt meg, és nem ilyen mennyiségben. De ha Tiszabecset említettük, hadd mondjam, hogy a tiszabecsi gyülekezet abszolút stabil, és jól van, mert hogy Tiszabecs azért nem a legkisebb falvak egyike, bár Szatmárban helyezkedik el, igen. Azt gondolom, hogy a mi egyházi felfogásunkban, legalábbis az enyémben, nagyon fontos, hogy helyben, ha ez egy kis közösség is, vagy fogyatkozó közösség, akik maradnak, azok jókedvel, derűvel, lelki biztonságban érezzék magukat, és addig nekünk ott szolgálatunk van, amíg ott egyetlen egy református is akad. Lehet, hogy nem helyben lakik a lelkipásztor, de felelőssége az, hogy mindenki megkapja azt a gyülekezeti lehetőséget, hogy istentiszteletekre, bibliórákra, egyéb alkalmakra eljusson.
Ebben én igyekszek következetes lenni, mert minden hely fontos, a gyarapodó hely is, meg a fogyatkozó is. Mert amikor valaki észreveszi, hogy kevesebben vannak, ott talán a kedv, az életkedv is megváltozik. Ugyanúgy, mint amikor elmegy az utolsó tanár, vagy tanító a faluból, vagy értelmiségi, vagy az orvos már nem ott teljesít szolgálatot. Ez mind visszahat a közösség lelkiségére, és a lelki pásztornak ki kell tartania. Egészen addig, amíg van értelme. Ugyanakkor sokkal több emberre van szükségünk azokon a helyeken, ahol megjelennek azok a beköltözöttek, és örömmel mondom ki éppen itt a Debrecen Televízióban, hogy a 2016-os esztendőben az a egyik gyarapodás éppen Debrecenben következett be, a nagyerdei gyülekezetből vált ki, és lett önállóvá az úrréti közösség, amelyik az egyik újváros résznek a lehetőségeit növeli. Ugyanígy van Nyíregyházán az örökösföldi városrészben, az örökösföldi gyülekezet, amelyik meg a Nyíregyháza belvárosból vált ki, és vált önállóvá, egy gyönyörű templomot építve. Hát ezek nagyon örömteli hírek, de bocsánat, még maradva ennél a kérdéskörnél, ahogy a lelkésznek ki kell tartani. Azért ez rendkívül megterhelő lehet, amikor már hát az utolsó mohikán harcot kell vívni. Igen, ez egy külön pásztori feladat, hogy erre is gondoljunk, úgyhogy az elmúlt 6 évben az első 1-2 év fölmérései után bevezettük azt a rendszert, hogy a lelkipásztori egzisztenciát meg kell erősítenünk, és központi segítséggel a gyülekezet fizetési lehetőségei mellé központilag segítettünk azon, hogy legalább egy középiskolai tanárnak megfelelő fizetést kapjon, azaz egyetemi végzettségű 12 szemesztert tanult lelkipásztor, aki értelmiségi ember, és neki is vannak gyerekei, ugye a református lelkipásztorok családosok, hogy ne jöjjenek zavarba, illetve ne érje hátrány azokat, akik éppen ezekben a kis településekben úgy szolgálnak, hogy szívüket, lelküket beleadják, de hát ha nem születik gyermek, akkor azt is tudomásul kell venni. De a szolgálatot ott is teljesíteni kell. Ez a kiegyenlítő rendszer, ez úgy gondolom, hogy a kollégáim számára is jó hír volt, és örömmel vették, és ebben szeretnénk fejlődni majd, hogy a beosztott lelkészi kart, új lelkészi állások teremtését is éppen azokon a helyeken, ahova beköltözők vannak, és intenzívebb lelkipásztori munka kell, hogy fölbátorodjanak a gyülekezet megtalálására. Ehhez olyan friss erők kellenek, akiknek ugyanúgy fizetés kell, de lehet, hogy most még a gyülekezet nem bírja el, hogy egy második vagy harmadik státuszt felállítson egyedül. Most egy picit Debrecenhez visszaérkezve, Püspök úr, hogyan látja Debrecent? Tehát ugye azt halljuk, szépen fejlődik, új gyülekezet jön létre, de a város is és az egyház kapcsolata. Tehát az, ami kálvinista Róma, meg tudja-e őrizni a kálvinista jellegét? Hogyan látja azt a fajta fejlődést, gazdasági fejlődést, milyen hatással lehet az egyház és a város együttműködésére? Azt merem mondani összefoglalóan, hogy a város vezetésével harmonikus, kiegyensúlyozott együttműködést tudunk végrehajtani, és ez nem csak a nagy ünnepségeken látszik, vagy egy virágkarneválon, vagy amikor szoboravatás van, hanem a hétköznapokban is egy olyan folyamatos tájékoztatás és tájékozódás van, ami merem mondani példamutató országosan is. Biztos van számos ilyen hely még, de az, hogy a református fejlesztések, illetve azok a gondok, amelyek jelentkeznek, és meg tudjuk beszélni akár polgármester úrral, vagy a illetékes alpolgármesterek közül bármelyikükkel, vagy a hivatalok vezetőivel, az azt mutatja, hogy Debrecen is érzi, hogy mit köszönhet a egyháztörténet során a reformátusoknak. Nekünk meg tudomásul kell venni, hogy azért van itt másik két nagy felekezet is, és ezért a püspök kollégáimmal havonta találkozunk, hogy ott is a egyeztetések, és nem elfedve a problémákat, vagy amikor úgy tűnik, hogy egymás tyúk szemére lépünk, akkor is tudjunk róla beszélgetni, de
A közös cél az, hogy Debrecen egy olyan keresztény központ legyen, mert hiszen a kereszténység eléggé sok támadást kap, hogy itt mi a városban nyugodtan végezhessük a magunk szolgálatát, mindegyik felekezet a maga elgondolása szerint, és tudjunk közös ügyekben összefogni a várossal és egymással is. A várossal való együttműködésnek egy nagyon fontos pontja volt a 2017-es esztendő, és ez is erre a ciklusra esett. Azzal, hogy Debrecen megkapta a Reformáció Városa címet az Európai Egyházak Közösségétől, az nem csak a várost kötelezi, hanem engem magamat is, mint református püspököt. Ezért el is indítottuk azt a beszélgetést éppen a gyülekezetek gondnokaival, presbitereivel és a lelkipásztorokkal együtt, hogy ezt a címet, ezt megtöltsük olyan tartalommal, amelyik a közélet számára, a kulturális intézmények számára is, a gyülekezetek és az egyházi intézmények számára is megmutatkozzon. Olyan dolgokat szeretnénk ebben az akcióban megvalósítani, amik nem ilyen kampányszerű egyéves vagy egy-két hónapos eseményt jelentenek, hanem egy olyan szisztematikus építkezést, ami egy 21 református gyülekezet közös erejét meg tudja mutatni, hiszen 21 gyülekezet van Debrecenben. Van, amelyiknek van temploma, van, amelyiknek még nincs temploma, de igazából az a közösségi élet lenne fontos, amelyikben a gyermekektől, az ifjakon keresztül, a munkaterhét viselő középkorúakon és a már nyugdíjban levőknek megadná azokat a lehetőségeket, hogy a kereszténységet azt ne csak vasárnap egy órán keresztül a istentisztelet idején éljék meg, hanem egy olyan életformát kínálni, ahol a gyülekezet épületeiben, intézményeiben megtalálnák a mindennapokban is az Isten igéjét is, meg azt a keresztény szabadidő eltöltést, aminek teljesen természetesen meg lehet mutatkozni a jelenben, és ehhez olyan terek kellenek, amik tényleg a 21. század színvonalán szolgálják ki azokat a közösségeket. És sajnos már nem túl sok időnk van hátra, de hát nagyon fontos, hát a jövőről is azért essék néhány szó, tényleg csak pár percünk van. Jövőkép. Na mindenre építve a következő ciklusnak a legfontosabb üzenete. A hírezetügyi program kapcsán azt vettük észre, hogy nagyon sok olyan érdeklődő, többet tudni akaró hívünk van, vagy gyülekezeti tagunk van, akik nem arra vágynak, hogy csak tömegélmény legyen, hanem egy kicsit mélyebbre tudjanak menni. Ezért a Refkatedra program lesz a következő lépés, amelyik kifejezetten szeretné visszatanítani azokat a dolgokat, amelyeket talán évszázadok alatt elhagytunk, vagy elfelejtődött, vagy a tradícióláncban megszakadt, és 15-18 olyan terület van, amelyik a gyülekezetek alapfeladatát segíti. Ebben benne vannak munkatársak képzése, vagy olyan csoportvezetőknek a gondozása, akik már is a munkában állnak. Vannak természetesen bibliai, dogmatikai, hitelvi és missziói kérdéssel foglalkozó előadások is, de a lényege mindegyik csoportnak az, hogy vissza lehessen kérdezni, és ebből párbeszéd legyen. És ez egy kezdeményező kommunikációvá válhat, hiszen ennek a ciklusnak azt a kulcsszót adtam, hogy kezdeményezni. Kezdeményező egyház, ilyen legyen az egyházvezetés, ilyen legyen a kommunikációnk, ilyen legyen a gyülekezetek élete, mert sok minden ránk tör, és olyan váratlanul ér bennünket, erre se készültünk föl, meg ez is itt van ez a lehetőség, de már lekéstünk róla. Ez a kezdeményező gondolkodás, ez egy folyamatos készenlétet kell, hogy jelentsen arra, hogy amilyen lehetőséget csak lehet, ragadjunk meg a közösségek építésére. Hiszen az egyház a gyülekezeteiben él, nem a egyházi vezetőben, vagy a szép ősi falakban, hanem azokban az emberekben, akik merik a 21. században fölvállalni azt, hogy ők református módon keresztények, vagy a maguk felekezete szerint keresztények, és erre szeretnénk hangsúlyt tenni, hogy minél többen örüljenek annak, hogy ők református módon élhetik meg a hitüket,
itt éppen Debrecenben, vagy a Tiszántúlon, amely tényleg a legősibb református fészek, és jó lenne ezt a fészket, fészek meleggel megtölteni, hogy jó legyen kimondani az, hogy érdemes, hasznos, szép reformátusnak lenni. Hát ehhez kívánok sok erőt, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tényleg az nagyon-nagyon erős hatás Debrecen, hogy ez egy nagyon erős keresztény központ, hát a közvetlenség a mai világban pedig elengedhetetlen. Köszönöm. Én is köszönöm. Eddig tartott mai adásunk. Holnap ugyanebben az időben az esti közelképpel várjuk Önöket a képernyők elé. Tartsak velünk akkor is, viszontlátásra!